Hétvégén a Hévizes K kézilabda csapata a Dunaui Városi Kohász Kézilabda Akadémia együttesével mérkőzött meg hazai pályán. A bajnoki tabellát jelenleg vezető csapat és Hévíz között. Már a mérkőzés első perceitől tempós és a gólokat tekintve kiegyenlített küzdelem folyt. Az első vendéggólt egy hazai követte, majd ez a metódus jellemezte is a játékrész első felét. A 11. percben 5-5 volt az állás, a 23. percben pedig 8-8-at mutatott az eredményjelző. Ezt követően a rendkívül gyors tempóban játszó Dunaújváros szerzett egymás után 3 gólt. Az első félidő végül 10-12-es eredménnyel zárult. Mint a szakosztály vezetője elmondta, nagy küzdelemre számítottak, ami be is igazolódott. Mi össze egy nagyon jó mérkőzést játszottunk lent, 1-2 gólon múlott ott is a győzelmünk. Igazából mi úgy mentünk neki ennek a mérkőzésnek, hogy a múlt héten a Nekánál egy nagyon jó játékkal tudtunk nyerni, hogy nincs veszíteni valónk. Nagyon jól játszik a csapat, nagyon jól küzd. Kicsit a külső körülmények beleszólnak azért a két játékvezetőre gondolok, ami nem csak az ő hibájuk, mert két nagyon fiatal játékvezetőt küldtek erre a mérkőzésre. Én azt mondom, igazán nincs veszíteni való a csapatnak, mindenki tegye oda magát, és sérülés nélkül hozzuk a legjobbat. A második játékrészben is folytatódott a nagyiramú összecsapás. Egyik csapat sem engedte át hosszú időre az irányítást. A második félidő 7. percére a vendégcsapatnak sikerült ugyan 4 gólos előnyre szert tenni. Ekkor 12-16-ot mutatott az eredményjelző. Ám az ezt követő 3 hazai gól ledolgozott a hátrányból. Ezután a mérkőzés végéig felváltva estek a gólok. A játék vége előtt 1 perccel 24-25 volt az állás. Majd az utolsó másodpercekben belült hazai góllal döntetlen lett a végeredmény. Nyilván azt tudtuk, hogy azért esélyesebbek ők, ugye még veretlenek ebben a bajnokságban, nem találtak legyőzőre, mindenképpen szerettük volna a dolgokat azért megnehezíteni. Én úgy gondolom, hogy a lányok maximálisan elégedett lehetek velük, mert amit harcoltak védekezésbe, az lelkalappal, tehát ember hátrányban kevesebben voltunk, kivédekeztük, gólokat találtunk belőle, amikor kellett, akkor volt kapus teljesítményünk, amikor gólt kellett lőni, akkor találtunk gólt, és a végén úgy gondolom, hogy megérdemeltük ezt az 1 pontot a végére. A hévízi kézilabdás lányok következő mérkőzésüket szintén itthon játsszák április 28-án, akkor a Kaposvár együttesét fogadják.